A francia eredetvédelem arra jó példa, hogyan lehet a helyi termékeket előnyben részesíteni az importból származóval, hangsúlyozta dr. Somogyi Norbert. A franciák ugyanis, ha két ugyanolyan minőségű áruval találkoznak, ám az egyiket helyben állították elő, azt választják, még akkor is, ha egyébként drágább. A szakértő szerint ahhoz, hogy ez a szemlélet hazánkban is elterjedjen, a fogyasztók nevelésével kell kezdeni, akár már az iskolákban. Nem, mintha kínaiakkal nekem bármi bajom lenne, de ha már munkahelyekről, ha már vidék népesség megtartó erejéről beszélünk, akkor igenis ez benne kell, hogy legyen az emberbe, hogyha vehet helyit, akkor igenis vegyen helyit. A szakértő szerint a szatymazi barack mellett a szegedi fűszerpaprika és a makói hagyma is sokkal nagyobb figyelmet érdemelne. Elismertségük még megvolt a 60-as, 70-es években, ám a jelenlegi árudömping nemhogy segíteni, inkább hátráltatja a helyben termelt élelmiszerek vásárlását, hangsúlyozta Somogyi Norbert. Majd hozzátette, Magyarország természeti adottságai alkalmasak a megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszer előállítására, nem úgy, mint Tunézia, amely az élelmezés terén számos problémával küzd. Az aktuális helyzetről a vásárhelyi diákok maguk is meggyőződhetnek majd. Az intézet hálózatunk most épülő afrikai együttműködéseinek köszönhetően valószínűleg áprilisban, májusban jön ezek közé a falak közé. Elefántcsontparti kutató, zöldség nemesítésről beszélni, tanzániaiak tejtermelésről, húshasznosításról. Somogyi Norbert elmondta, mivel globalizált világban élünk, bármi történik a föld túlsó végén, hatással van ránk is. A mezőgazdasági karon tanulóknak pedig igenis tájékozottnak kell lenniük saját szakterületükön.